Az online tér adta lehetőségek egyik negatív hozadéka a pénzügyi csalók elszaporodása. Ez Tolna vármegyére is jellemző. A mai egyik feljelentésben több mint 12 millió forinttól szabadítottak meg egy úriembert, akit egy bank alkalmazottjaként hívott fel valaki, egy ismeretlen személy, hogy ő megpróbáltak a bank számláján gyanús tranzakciókat végrehajtani, ezért megkérték őt, hogy egy alkalmazást töltsön le a készülékére, ezáltal hozzáfértek a számítógépéhez, és minden megtakarításától megszabadították. Ez az egyik leggyakoribb csalási módszer, mellyel hatalmas összegeket tudnak leemelni számlánkról, ha nem figyelünk eléggé. Az egyik talán legfontosabb dolog a rendőrség szempontjából a megelőzés. Minden alkalommal felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy amikor valaki banki alkalmazottként hívja fel őket, akkor sose adjanak meg semmiféle adatot, soha ne töltsenek le semmilyen előbb említett alkalmazást, amihez a bankszámlához hozzáférnek. Ha SMS-t kapnak arról, hogy esetleg valamilyen díjelmaradásuk van, akár egy szolgáltatónál, akár a rendőrség nevébe keresik meg, hogy nem fizetett be egy bírságot, és egy link van, amire rá kell kattintani, és ott a személyes adatokat, különösen a bankkártya adatait kell megadni, mindezt a CVC kóddal, illetve a banki lejárati idővel együtt, akkor azonnal váljon gyanússá, hiszen ezek a csaló módszere, hogy hozzáférjen a banki adatokhoz, és innentől online módon tudjon akár a bankkártyánkkal vásárolni. Az online kereskedelmi oldalakon akkor is áldozatokká válhatunk, ha éppen mi szeretnénk eladni egy terméket. Ahol körülbelül a meghirdetést követően néhány percen belül azonnal kapunk egy üzenetet, hogy ez a termék megvan-e még. Ilyenkor a csalók rendszerint egy álprofil mögé bújva keresik meg az áldozatokat, akik kiszemeltek maguknak, és rögtön elmondják azt, vagy leírják azt, hogy ők meg tudják azt is oldani, rögtön megvásárolják ismeretlenül is a terméket, és ők küldenek egy futárcéget is a termékért, amihez nincsen más dolga a későbbi sértetnek, hogy megadja az adatait. Itt hívom fel mindenkinek a figyelmét arra, hogyha ilyen jellegű termékeladásról van szó, soha ne fogadja el azt, hogy ő neki futárszolgálat elviszi a termékét, hiszen ilyenkor ki kell tölteni a csalók számára a személyes adatait, ugyanígy bankkártya adatokat, bankszámla adatokat. A megkérdezettek közül volt olyan, aki vásárolt egy terméket, majd ezt visszaküldte, mivel az rossz volt, azonban az eladót már nem tudta elérni. Szervezet volt, de olyan e-mail cím meg telefon volt, hogy nem lehetett utána elérni. Tehát visszaküldtem neki, lenyelték a pénzt. És az nem is lett meg? Nem, vége. Nem tudom elérni. Tehát vigyázni kell itt az online-ra. Sokan kaptak gyanús SMS-eket és e-maileket, azonban felismerték a veszélyt és nem engedték átverni magukat. Csomagom érkezett például, mikor tudom, hogy nem rendeltem. Meg alacsony összegben valamit átvertek, tehát ez nem reális, hogy valaki így hasznot szerezzen, és nekem jót tegye, hogy 20 forintért ad egy 5000 forintos tárgyat. Legtöbben az elővigyázatosságot emelték ki. Megvédjük azért a telefont, meg mindent, hogy ne tudjanak ezért, levédjük kóddal. Mert e-mail címen keresztül is tudnak most már ezért. Legyünk tehát óvatosak, ne hagyjuk becsapni magunkat.